Már jön a Duda, jön a kocsi Máté. Dudának. Üs. Bocsi, hello Zsó. Igen, csak nem. Jó, oké, akkor ő. Jó, oké. Már gyerek. Aliho. Aliho. Hello. Viki, a füvet ne izéd. Tanunknak is? Gondolhatod, Vili, miért, ha most csinálnád először? Igen. Igen? Pali. Szevasz, Vali. Tisztelet. Megjön. Nyugodtan. Nyugodtan. Bocsánat, miért szép, hogy itt érdekel. Jó, nem majd. Mindegy. Jó, Önök azzal a szándékkal jelentek meg előttem, mint a házasságkötésre illetékes anyakönyvvezető előtt, hogy egymással házasságot kössenek. A házasságkötést megelőző eljárást lefolytattam, és megállapítottam, hogy tervezett házasságkötésüknek törvényes akadálya nincs. Ahhoz azonban, hogy házasságuk a törvény szerint is létrejöjjön, szükséges még az, hogy előttem és a jelenlévő két tanú előtt külön-külön is kijelentsék, hogy egymással házasságot kívánnak kötni. Kijelentésüket minden kényszer nélkül kell megtenni, azt sem időhöz, sem feltételhez kötni nem szabad, különben házasságkötésük érvénytelenné válna. Kijelentésükre vonatkozó kérdésemet először a mennyasszonynak, majd a vőlegénynek teszem fel, és kérem szíveskedjenek a feltett kérdésre határozott igennel válaszolni. Kijelenti előn Horváth Ilona Viktória, hogy az itt jelenlévő Szilvási Gáborral házasságot köt. Igen. Köszönöm. Kijelenti előn Szilvási Gábor, hogy az itt jelenlévő Horváth Ilona Viktóriával házasságot köt.
Köszönöm. Én, mint Győr város anyakönyvvezetője, megállapítom, hogy Szilvási Horváth Viktória és Szilvási Gábor a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. Kérem, írják alá a házassági lapot. Először a feleséget kérném. Alkalommal, híven őrizze meg házas életük tisztaságát, tartosságát, megmondhatatlanságát. Kérem, hogy felkegy más ujjára a gyűrűt. Kérem, önöket fogják kezükbe a két üveget, és közösen töltsék meg a középsőt, mely most kezdődő közös életüket jelképezi. Hiszen mindaz, amit önmagukban hordoznak, egyé válik azzal, amit társuk hordoz önmagában. Ugyanúgy, ahogy a homok szemei is egyé válnak. Kérem, töltsék meg az üveget. Fülüknek ez a megszólítás, hiszen alig néhány másodperce mondták ki az igent, mely házastársak hallott önöket. Még jó ideig csak ízlelgetni fogják a férjem, feleségem szavakat, melyel boldogságukat nevezik nevén nap mint nap. A társak jelentik ezek a szavak mindkettőjüknek, hiszen megtalálták egymásban azt a segítő társat, a támaszt, akire mindig számíthatnak, amikor mások elhúzódnak önöktől, akinek mindent elmondhatnak, amikor másokban nem bízhatnak, aki megérti önöket, amikor mások félreértik. A házasság a legszebb emberi kapcsolatoknak a beteljesedését jelenti, de életünk legnagyobb próbatétele is, hisz az ember nem tökéletes lény, oly sok minden történik vele nap mint nap. Éppen ezért a lángoló szerelem önmagában nem elegendő arra, hogy két ember hosszú életet éljen le együtt.
Ha múlnak az évek, a szerelem csodája nem esedjék át. Lágyan olvadjon bele a harmóniába, a kölcsönös szeretet, a megállapodott biztonsági barmában. A kisebb surlódások idején is maradjon változatlan a legfőbb, hogy egymáshoz tartoznak. Hogy az igen egész életre szól, és nem kizárólag a szerelmet jelenti, hanem a hűséget, bizalmat, a mindent együttvállalást. Életük nehezebb pillanataiban idéződjön fel önökben a most érzett boldogság. Ha újra át tudják élni azt a sok szép és nemes ígéretet, melyel most közelednek egymáshoz gondolatban és valóságban egyaránt, ha tudják és merik vállalni a naponkénti újrakezdést, és tudnak életre megbocsájtani, akkor megőrzik azt a gazdagító érzést, mely most értesíti őket. Két ember sehol annyi örömet, boldogságot és szépséget nem élhet át, mint egymás szeretetében, egymás vállalásában. Őrizzék hát a szerelmet egymás iránt úgy, ahogy arra mindig is vágytak. Mert az igaz szerelem békét teremt bennünk, és mindig többre sarkal. Kedves fiatalok! Nem ígérek napfényes gondtalan boldogságot, de kívánom az élet kisebb-nagyobb gondját mindig közösen oldják meg, és a nehézségek felett is együtt diadalmaskodjanak, hiszen a problémák közös megoldása lesz biztosítéka kiegyensúlyozott, harmonikus életüknek. Szinte naponta kell majd tanúbizonságot tenniük arról, hogy szeretik, tisztelik egymást, hogy szívesen vállalják egymásért a lemondást, és az okoz örömet, ha adhatnak társuknak. Kedves ünnepeltek! Az élet egyszeri, megismételhetetlen törékeny ajándék. Legyen ez a házasság életük egyik legnagyobb értéke. Oltalmazzák, védelmezzék, mint féltett kincsek. Mindenhol és mindenben az élet szépségét keressék, hogy megtalálják majd benne saját boldogságukat. A boldogságot, melyet nem lehet ajándéka kapni, egyetlen titka van, mindig csak adni, adni. Jó szót, bátorítást, biztatást, hitet, és őzetlen sok-sok tiszta szeretetet. Kívánom, váljanak valóra mindazok az álmok és vágyak, melyet közösen szőttek, és minél több időt tölthessenek el annak a földi csodának a közelében, aminek a neve boldogság. Engedjék meg, hogy házasságkötésükön elsőként gratuláljak, átadjam a házassági anyakönyvi kivonatot, és nagyon boldog hosszú életet kívánjak. I'm not going to do that.
Most egy gratuláció lesz. Hát akkor jön. Nem veszed patet? Vegyed. Gratuláltam én ma. Vegyed. Szépen van rá. Meg csokordobás, kapjuk el ám Kriszti, kapjuk-e? Jó. Neked Krista, Niki. Eszti. Nekem kell egy szesz. Na Vika, mi van? Mi a program? Itt legyen fotózás, legyen, ugye? Itt szerintem. Oda álljatok be akkor. Oda a lépcsőn is fölletem. Tanul. Ja, hát most a... Mindenki meg a Ja, a vőlegénye nem is akartok, lányok? Dávid, menjetek! Dávid, Niki, menjetek! Nem, de úgy, hogy külön. Utána jön a mama is majd. Mi a futás, futás? Gyere gyorsan! Gyere! Dani! Na gyere ide a Vikiék elé, jó? Na vire így, és akkor így, csak így, jó? Jó, de...
Már nem mutatok. Meg akarja fogni. Már. Mosoly! Következő mennyasszonya. Nem akartatok fotót? Lesz itt fotót, csinál annyi. Jó, csak mikor. Nem, majd mindjárt kérek. Na, ki nem volt még gyémánt úr? Nem, volt már mi? Akkor nem kell elmondani. Hát jó, hát csak mondom, hogy ki nem volt. Mondom, hogy szia hangod alól. Csak a lány másik zenét. Majdjátok, még a gyémánt úr megy. Meggyógyult tüdővel. Fáj. Voltatok? Még van, még lesznek. Gyertek, légy szíves. Ide nézni. Majd számoljunk vissza, Máté, 3-2-1-re dobja. Menj oda, Kriszta. Kriszti, menj oda. Nem megyek oda. Nagyon kevés. Várját, Ádám, akkor 3-2-1-re dobja a Viki. Mennyi, add ide a porra. Nem, ez nekem kell. Nem. Ja. Andi, várjunk még, akkor mehet? Várjál, majd Ádám visszafele számol. Egyre dob, nullára dobod, jó, Máté? Vagy Viki? Ne nagyon dob! 3-2-1 Most! Kettőt dobtál? Egy gyémánt úr, sajnos. Gabi is dob, mit dob? Bence, Peti. Bálint. Ádám, az nem. Máté, Dani. Dávid, mehetsz. Gabi. Gabi, dob, figyeld. Közelebb álljatok, közelebb. Közelebb. Gabi, közelebb, nem tudsz nagyon dobni. Számolhatunk? Gabi, közelebb állj, Gabi, közelebb, közelebb, nem? Rakjál egy kavicsot. Ádám. 3-2-1 Most! Hát jó, van eszi akkor. Jó, akkor Viki, akkor menjetek oda és várjatok ott meg. Mindenki álljon be ifjú pár mögé. Eszter meg a fiatal hölgyke. Csak te. Meg a ő kapta, Peti a barátnőd. Bence, te is. Én nem. Te majd a vőlegénye. Bence is elkapta. Ezt a fájlé inkább. Te meg majd a Gabival fogjuk. A Dávid, ami elvágyott. Most fotózunk, mert sötét lesz, aztán nem lehet. Fuss oda, annyi kislány, fuss oda te is, fuss oda a fotóshoz, fuss oda a vőlegényhez. Hát ez jó lett. Ez a lány jó zene. Oda, ügyes vagy.
Nem voltam benne biztos, hogy csak odáig megy. Ja. Rám nézzetek! Ide néz, Liza, itt a fotós néni. Ide. Jön Jackson! Holnap meg jön a vállás. Oké, és? Jó, gyertek, Liza, futás onnan! Te, Zoli, már szép lett a hajad. Szia, azzal! De vigyorgott! Mennyi futás megint most, meg a mennyasszonyhoz fussá! Mosolygás! Gyere onnan, gyertek! Adod a gépedet. Ha nem akarod lefotózni? Mátéka, mi elkaptad? Ha te ezt zártad le. Orbán Viktor. Húgós meg egy császár. Pater oldalát megnyomod. Császár meg a másik. Az meg a király. Császár király. Na, menjetek, fiúk. Na, Viki, menj onnan, már nem kíváncsi rád senki. Menjél, bár, Bence. Ide a fa elé. A fa elé. Szorosabban, Bence! Csónakos veszünk. Jó, hadd a kezedbe, miért nem dobod el neki? Na, várj, oda kell. Dávid! Apa! Apa! Gyere, te is fel, gyere! Mindenki mutatja. Nem hiszem meg, komolyan mire. Báté? És akkor most csak így három. Így van. Ez komoly, azt most pont bazd meg. Megvártam, direkt kivártam. Hát pont nézem ilyen, mint ez nem normális, berogy aztán. Jó, jó. Akkor futottam már ki. Anyu, lett 1200. Csipi, csipi. Munkatársak. De ott van. Ezek munkatársak. Munkatársak. Az mind. Lehet, hogy valami a volt. Na, Niki! Ide nézzetek! Oh,
Kendőd van, Gabi, most vettem észre. Igen. Szeretném sokat zavarni. Zsifjú pár zöldséget eszek. Zöldséget, így van. Vani ketchupot miért nem kérték? Ketchupot. Sült krumpli ketchup. Lányom, mit tesszák? Jól ketchupot. Majd kérlek, hogy is látszak. Öröm anyuka. Meg a dédi. Meg az öcsi. Ja, majd én. Mindenek a szárvagyfője. Oha! Zsanka, mit teszel? Krumplit. Krumplit? Minden szilvás. Nem kér ketchupot. Nem kér ketchupot? Te itt valakik nem jöttek el? Adrián. Nem, bocsánat. Tibi Adrián. Tibi Adrián. A jó étvágyat! Mi a üres a tányér? A gyémánt úr hol van? De nem eszel, Péter? Szerintem neked cserénet kellett volna, nem? Üres tányér, jó van. Jó étvágyat! Üres tányér. Jó étvágyat mindenkinek itt a sarokba. Olyan cumi van a kislánynak, cumia van. Nem az cumi diétában. Finom az a cumi. Itt is hasábkrumpli, az nem az a menő. Tudom a szervid? De, ma mindjárt leszek. Peti, tedd magad elé mindent. Nem lehet, hogy hagyja minket enni? De, hagyok, csak körbe megyek. Az ifjú párt meg kell, hogy álljon mellém. A násztépet meg kérem, hogy egy ilyen fél körbe helyezkedjünk itt el, jó? Mindenki, gyerünk! Tehát egy ilyen félkör legyen, a közepe legyen szabadon hagyva, mert lesznek itt olyan programok, ami ehhez kötődik. Tehát egy ilyen pattó alatt a félkörbe, nagyban maradhat természetesen ülve, többiek állnak fel. Hát, kedves Viki és Gabi, kedves násznép! Kedves násznép! Köszönöm a figyelmet! Nem leszek hosszú, mert ha hosszú lennék, akkor átlépnénk a 11 órási zárást, ha az itt élő két fiatal ember életéről hosszabban beszélnénk. Gábor, hozzá csak röviden, mert a te életedet, amire azért nem ismerem minden Vikét. Én annyit szeretnék megköszönni
neked, Iliocsém nevében is, hogy páróvá szoktad a munkat. Tudom, hogy ez a kapcsolat ez 23 éve indult, és mondhatjuk azt, hogy akkor sok tetőfoka volt, de akkor ez a legnagyobb tetőfoka. Én kívánok még sok-sok ilyen 23 évet. Nem egyedi, de nem is ugye gyakori egy ilyen házasság, ezért meg is hajolok ezelőtt, hogy mikének sikerült ezt kiharcolni. No, hát Viki, mint a második legkedvesebb bátyád, de ezt természetesen nem erotíven mondom, hiszen azért a mi életünk elcsúszott olyan szempontból, hogy elég nagy a korkülönbségünk, és nem teljesen egy helyen nőttünk mi fel. Meg hát ugye a korkülönbség, 13 év van közöttünk, nem titok. Ugye én leszek, 17! Én leszek, mennyi? 17, akkor ugye én leszek 40, akkor te leszel most 23. Tehát a korkülönbség miatt azért két gondolatot hadd mondjak el, ami így ültem és eszembe jutott. Az egyik az, hogy Ikrénybe, amikor néha otthon aludtam, ugye, akkor hisztizett, sírt, kisgyerek volt, kisbaba volt, tehát úgy képzeljétek egy pár éves kislányként, a szülők már azt mondták, hogy hát haj úgysel, Lili már álmos volt, akkor ott haza van. Hát én nekem meg ugye küldetésem volt, és akkor ott a folyosón, a baba kocsiba, ott hajnalba tologattam, hogy legalább kicsit alkalommal sírjon. Ez volt az első emlékem, de ez úgy látszik megmaradt bennem. A másik, meg hogy hát a Dani valószínűleg még űrhajós is lehet, mert a másik emlékem az, amikor volt egy móri esküvő, katonalom, hát 2000-ben volt, azt mondjuk gondoltam, mert ugye 2000. október 3-án lettem én kétszeres nagybácsi, ugye a Máté és a Dani, a öcsém kisfia és a húgom kisfia egy napon született egy helyen, egy győri kórházban, tehát ez is egy ilyen dolog. Jövő éppen meg őket ünnepeljük nyilván 20 évesen, ők már tudják is, hogy mivel, de aztán már mome, mert most vannak elég meglepetések. Na szóval ez a dolog, ez az esküvő szerintem nyáron lehetett, és Viki akkor volt, szerintem 17 éves múlt el, és hát nem voltam már szomjas, én sem az esküvőn, jó kedvünk volt, hát persze, hogy fölkérem a húgomat a táncra, hát abból lett egy ilyen véget nem érő pörgetés, dobálás, rock and roll, minden, amit el tudtok képzelni. Na most én ugye jó szemmel nem vettem észre, hogy a Viki akkor már szerintem 7 hónapos terhes volt, de tényleg nem látszott rajta. Tehát azért gondolom, hogy ezek után az, ami nyugodtan űrhajósít lehetne. Szóval ez a két emlék így bennem maradt, meg az, hogy a Viki a nagy gyerekeimnek is, a kislányomnak is mindig egy olyan nagy nénikéje volt, akire mindig lehetett számítani, nagyon szerette őket, nevelgette őket, vigyázott rájuk, úgyhogy ezt is köszönöm többek között, és ebben a pillanatban csak azt tudom mondani, hogy sok-sok boldogságot kívánok. Itt, akik itt vagyunk a Földön, nagyon boldogok vagyunk most, akik pedig az égből néznek ránk, szüleink, meg a keresztszüleink, ők pedig üzentek, hogy szintén nagyon boldogok. Föntről ők is örülnek ennek a dolognak, hiszen ez egy óriási ünnep az életünkbe. Engedjétek meg, két meglepetés jön, az egyikről még ők sem tudnak, a másikről meg nem tudtok. Hát illetve egyet adogassak még fel, meg tudom ezt tenni. Kapunk egy bort a Vilire, a Vikitől, testvére is kapott, mondom, testvére kaptak, igen. Testvérek olyanok, mint a fák ágai, bár különböző irányba tartanak, hogy ökerük, ez közös, ez a tizanyag nagy igazság. És most szeretnék beütni egy olyan szöveget, ami tehát nem ez lett volna az eredendő, de a kiváló zenész úrunk nem tudta azt a számot, amit én szerettem volna, de most tesz egy másik, csak engedjétek, hogy beütöm, és közösen
megkérem majd a ifjú párt, hogy énekeljük el. Ennek egy jelentősége van. Ennek egy jelentősége van, hogy azért ezt megtudtam. Megpróbálom megítani. Ugye itt az idősebbek, de inkább mondjuk azt, hogy a kevésbé fiatalok, jó? Tehát mondjuk azt, tudják, hogy voltak nagy táncdalfesztiválok, és ennek az egyik sláger száma az akkor született, amikor a Viki. 83. Meg szerintem aktuális is egy kicsit, hogy nagyon ez a szám. Akkor kezdjük el, énekeljük el közösen, segítsetek, jó? És akkor utána meg majd jön egy másik produkció még, jó? Tudod fel! Ez az, amiről beszéltünk. If I had to live without you, what kind of
Kulcs vázásra szól.
hogy mi lesz a vége, jól tudom. Megvagyunk egyszerűen hajlalom. Akkor a kis halottban tudom, hogy a tére, anyám mondja,
zűrik a mosvég, zűrik a pász. Igen, mosvég, zűrik a mosvég, zűrik, mosvég, zűrik a pász. Szócsán, de cilla vel, a helyen lótálod el, a szívem a vélet, kis kicsi muzsikál, muzsikál, kis virágos, rindod, diálogál.
Nagy elégek a kori, szép lassan indulunk.
Ki eszi meg a mennyasszony? Na, akkor most kell nagyon figyelni a kezeket, ugye tudjuk. Nem mondunk semmit előre, csak figyeljük az eseményeket. Na. Az első szeret torta jön, az első szeret. Idő el minden egy életre. Vagy nem, ezt csak úgy mondják. Csak keményen így mondják a többiek, így van. Mindjárt húzza valaki a stílfűrészt. Ez igazi. Kezeket elmondni. Kezeket a pakolva. Na. Mindig az asszennek van igazak. Nehogy úgy bár. Na hogyan vannak a kezek? Balkezes. Na kinek van a keze felül? Á, Viki. Há, na mit jelent ez, gyerekek? Nem tudjuk. Mit jelent? Ha mit jelent, akinek felül van a keze, azt fogja hordani a nadrágot majd az elkövetkezendő. Oh! 60 évben, gyerekek, 60 évben csak. Utána már nem. Utána csere van. Az a 33 év. Floridát vedd le. Élő. Mi van a pólódon, Gabi? Na, sikerül. Kicsit kisebbet vágjatok azért, csak mondom. Vagy vágjátok rá, megfogad. Kóstoljátok meg az első szeret a tiétek. Meg kell etetni ilyenkor a mennyasszonynak először a vőlegét, utána meg fordítva. Etetni kell a gyereket. Nem, egy villát kérünk azért, egy villát. Vagy úgyis, az úgy még jobb. Nem is rossz ötlet, nekem tetszik. Meg a többieknek is. Egy harapás, Gabikán. Csak a fotó elején. Ez az. Na most akkor fordítás. A tejszínhabot figyeljük. Nem összekérdés. Szépen. Szép, tapsoljuk meg. Nagyon jó. Hatalmas tapsod az ökrupának. Na és akkor most mindenki jöhet sorba. Itt vannak a tányérak, és akkor fogyasszanak a mennyasszonyi tortából. Nagyon finom, biztosan. Az ízeket pedig elmondják majd az asztalnál. Milyen ízű a torta? Hatlapos. Citromízű banán, itt azt mondják. Eperés. Mindenki egyen a mennyasszonyi tortából. Kicsik is vagyok egyből rá. Szemből, jó. És ellopták a mennyasszonynak a cipőjét. Na most ők azt szerették, azt tudmásodták nekem,
7-20. Hogy azt szeretnék, hogy a Gabi és a Dani... Én elküldte, hogy autópályán... Így van ebből a cipőből. Ugye őt az erőnk. Én is, mert neki kellett volna, hogy őrizni, de a öregének is. Andi! Andi! Jó, mit hívnátok akkor? 7-20-8. Bármit? Az ami erősebb akkor. Jéged? Jéged! Pohárba beletesszük, már megyünk bele. Pálinka? Pálinka jó? Én pálinkát szeretnék akkor kérni, jó? 4 centet. Na hozzátok Márté! Pohárba, pohárba hozzátok 4 centet. Gyertek addig ide ki. Körbe. Ja, lesz utána más is rá, ez csak a nemelegítés. Fiúk igen komolyan vették a feladatot. 2-2. Vissza kell tenni a cipőt, most a hőlegénynek, jó, gyakorolja. Megkérik Vikit, hogy üljön le, és ő nagy fényben meg van írva, úgy kell felvenni a cipőt. És addig elmondom, hogy mit kértek még ezek a fiúk. A barátaim. Azt kérték, hogy te legyél ma a Michael Jackson. Egy szám elejéig. Jó, úgyhogy mindjárt addig én keresek egy számot. Jó, addig gyakorol, az is nem magad, mert ha jól szoktam látni, én nagyon az a csávó. Úgyhogy arra kellene neked egy hasonló mozgásra, amit a YouTube-on szoktak nézni, jó? Ez lenne a kérésük. És melyik Michael Jackson, a műtét előtt vagy után? Mert akkor szerintem is kérdésni kell. Michael Jackson. Jó, mindjárt én intézkedek, addig. Na akkor Dani, segítsetek az apának, akkor Michael Jackson-on. De még lehet. Mit keresel, Mia? Ott nincs ott a cipő, Viki lábán van már. Viki mi? Ja, te cipőre. Az nincs itt, nincs itt. Anyánál van. Szeretnék akkor látni mindenki. Segítsük majd egy tapssal is, jó? Hogy bátor legyen. Készült vele, nem is tudtam. Mert nyár van, még nyár van.
Thank you.
foglalni, megálló következik. Ugrándozni. Bye.
az éjszakát. Élvezünk, mert van hozzád, ma este táncoljuk át. Aki azt mondta, hogy egész éjjel múlt a ringbánon. Ma este senkinek nem adok gát, az első a boly minden várva. Alok, 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 Csak vígan! Elalóan egy asszony jön! Asszony, asszony, hol akarok lenni, lépjem abban. Nem parancsol senki, sem apám, nem a hallgyám. Az éreszek, ki szerezek, ki az az ám. Sem apám, nem a hallgyám. Az éreszek, ki szerezek, ki az ám. Elmó, hogy a szony, ma még elmó. Gyerekek, hey! Gabi! Asszony, asszony, hol akarok lenni, nékem abban, nem parancsol senki, sem apám, sem anyám, az éreszek ki szerezek igazán, sem apám, sem anyám, az éreszek ki szerezek igazán. És az új asszony is, hey! Eszetek is, ittatok is már eleget, de hazamenni jó emberek mégsem lehet. Vászulom, ha lenne szíves felállni, a mennyasszonyra kezdjen el licitálni. Elhavó a mennyasszony még 500 ér, következő kifizeti dollárér. Valaki a legvégére marad, nem húzza meg soha tíz mondjalat. Elhavó a mennyasszony még 500 ér, következő kifizeti euróért. Valaki a legvégére marad, nem húzza meg soha tíz mondjalat. Gabi, te így csapatban vannak! Oh, a mennyasszony még 500 év, következő kifizeti dollárig. Valaki a levére marad, nem osza meg soha. Következő kifizeti euróért. Valaki a levére marad, nem osza meg soha tíz mondjalat.
500 év, következő kifizeti dollárért, valaki a legvégén marad. Nem szól egy szó a tíz gondolat, ó, de eló a mennyasszony még 500 év, következő kifizeti eulóért, valaki a legvégén marad. Nem szól egy szó a tíz gondolat. Az én rúzsám, fekete szeme, rávált csizmát visel a babám. Szeret is az engem igazán, rámált csizma, hadd szakadjon el, csak a babám sose vagyjon el. Rámált csizmát visel a babám, szeret is az engem igazán. Rád, a magadon, a lelked, 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 a magadon
kellett volna ellopni azt, hogy a zenész. Na gyere vissza, Viki, majd kivált a Gabi téged, gyere! A vőlegénynek vannak fel. Ki kell váltania. Ki kell váltani a Gabinak, akkor mondjátok el mit? Aki ellopta, az jöjjön és mondja, mit váltson ki a vőlegény. Megvan! Nem viszik el. Megvan, Máté, hozz vissza, és akkor mondjátok meg, hogy mit kérnek a vőlegénytől. Mit kérnek a vőlegénytől? Legromad és testvére, ami élek, addig csak szemére. Yeah.
Jaj, de szomjas már a vannak.
iszunk már, most iszunk egy kis pálinkát. Most már elmehet, már kettőt, nékem nem kellett. Lelántottam a göndör hajad, most már elmehet. Levágottam a göndör hajad, most már
és azon túl, hogy zöld csillag megint az égen.
Na és akkor kicsit gyorsítsunk. Yeah.